Bár a Magyar Kupa megyei selejtezőjében 20 csapat már szerdán pályára lépett, a bajnoki meccsekkel a hétvégén rajtol a megyében a 2016-2017-es futballszezon. A megyei másodosztályú Pap Ese augusztus elején jelezte, hogy visszalép a bajnokságtól, de a létszámot tekintve Pest megye után Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abay-Zemplén társaságában így is a harmadik legnagyobbnak számít Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országban. Van egy 16 csapatos megye együnk, 316 csapatos megye kettünk, és van 5 csoportos megye hármunk, 68 csapattal, ott van egy 16 csapatos csoport, illetve 4 13 csapatos csoport. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy augusztus 4-én írásban hivatalosan is jelezte felénk a Papesen, hogy a megye másodosztályi küzdelmektől visszalép. Ez azért volt sajnálatos, mert már egy héttel a bajnoki rejtelőt igazából nem tudtunk ezen változtatni, tehát a megye másodosztály középső Nyírerdő csoportja egy picit lukas lesz, hiszen 15 csapattal fog elrajtolni, ugyanis ez az egy hét ez nagyon kevés volt volna ahhoz, hogy feltöltjük, akkor meg kellett volna bontani nagyon sok sorsolást, ez pedig természetesen ugye ezt nem tudtuk bevállalni. A megyei igazgató reményei szerint annyi csapat fejezi majd be a szezont, amennyi elkezdte. Az MLS ugyanis már évek óta hozzájárul az alacsonyabb osztályú együttesek költségvetéséhez. 2011 óta a Magyar Labdarúgó Szövetség olyan szinten jelentősen hozzájárul a versenyeztetési költségekhez, hogy a 90%-át állja. Ez azt jelenti, hogy mind a nevezési díjaknál, mind a tagdíjaknál, mind a játékengedély, igazolás, átigazolás díjaknál a csapatoknak csak és kizárólag a 10%-ot kell befizetni, ami a díjfizetési rendben szerepel, a 90%-ot a Magyar Labdarúgó Szövetség állja. Ezt hozzávetőlegesen, ha azt nézzük, egy megye egyes csapatnál azért sok utánpótlás kötelező, ugye az IFI, az U16 is. A versenyeztetési költségek körülbelül eddig voltak ilyen 2-2,5 millió 2011-ig, most egy 250 ezer forintból ez megvan, ja, és a játékvezetői díja 90%-át is a Magyar Labdarúgó Szövetség állja. Úgyhogy a csapatoknak a legnagyobb kiadása nem az MLS felé van, hanem az utaztatás, ami azt hiszem, hogy ez lehet a legnagyobb kiadásuk, úgyhogy, illetve természetesen a pálya karbantartás, de hát a Labdarúgó Szövetség ugye a programokon keresztül erre is azért nyújt segítséget, mind ugye az infrastruktúra fejlesztésére, mind pályakarbantartó gépekre is lehet pályázni. Az őszi szezon november végén fejeződik be. Az átigazolási időszak még tart, augusztus 31-ig cserélhetnek csapatot a játékosok.